Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyjából 3-3,5 órája nyomtam meg a gombot, azóta számítok arra, hogy reagálhatok néhány gondolatra, és ezekkel is kezdeném, hiszen néhány dologban itt korábban párbeszédet folytattunk fideszes képviselőkkel, akik már azóta nincsenek itt. Elsőként is ugye szóba kerültek a kistelepülési polgármesterek helyzete és a fizetések. Itt azzal vádolok meg Boldog képviselő úr, hogy 4 évvel ezelőtti LMP-re hasonlítok meg ilyen burkoltan le SZDSZ-ezett. Hát ezért kellene a parlamentbe kicsit több időt tölteni, hogy lássa azt a különbséget, amiről beszél, mert hogy azt gondolom, hogy most politikai ideológiailag a Magyar Liberális Párt vagy a DK-hoz senki nem áll tőlünk távolabb, de ehhez valószínűleg itt kellene ülni most is, és hallani azokat a reakciókat, amiket elmondunk, és azokat a nézeteket, amiket vallunk jelen pillanatban az LMP-ben. De ugye erre most sem kerül sor, ezért visszatérek arra, hogy a kistelepülési polgármesterek fizetés a rendezése, amit egyébként Boldog képviselő úr is benyújtott, mint ahogy mi Ikotics István képviselőtársammal hónapokkal ezelőtt benyújtottunk. Szintén egy olyan téma lenne, amit jó lenne rendezni a költségvetésben, mert valóban elfogadhatatlan az, amit tapasztalunk különbséget a fővárosi önkormányzati képviselők és egy-egy kis település polgármesterének a jövedelme között. Viszont nagyon-nagyon elkeserít az a vélemény, amit Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor képviselő úr és miniszterelnök úr mondott itt a minap Siffer András frakcióvezető úrnak a napi rendelőti kérdésére, miszerint simán azt mondta, hogy nem életképesek ezek a 2000 alatti települések, azt, hogy ezeknek az önálló vezetése nem hatékony, ami az a baj, hogy nagyon-nagyon egybecseng azzal a Gyurcsányi gondolattal, amit a 2000-es évek végén a Gyurcsány kormány megfogalmazott, hogy a falu az egy középkori maradvány, nem életképes, nem hatékony, és szűnjön meg a falu. És hát ez a miniszterelnök hozzáállás az, amit nagyon-nagyon nem vártunk, hiszen az a kétharmad, amit felhatalmazást kaptak részben, annak is szólt, hogy mi az, amivel nem értett egyet a magyar társadalom. Mi az, amitől másképp kellene gondolkozni, és most ez a hozzáállás sajnos a költségvetésben is tükröződik, hogy sajnos nem látjuk a különbséget, meg hát ezekben a megszólalásokban. Mind Papcsák képviselő úr, mind Boldog képviselő úr egy-két percesemre reagálva, amiben kifogásoltam azt, hogy milyen mókás a kormányzati képviselők, akik csak arról tudnak beszélni, hogy kinek a közmunka programja volt a jobb, vagy kié volt a rosszabb, és akkor elhangzanak itt érvként az, hogy mennyivel többet ér a közmunka, mint munkaalapú társadalom alapja, illetve mint a segélyezési rendszer, mert hát a segélyezésre nem kell csinálni semmit, és mennyivel jobb ez. Hát teljesen nonsens a számomra az, hogy kormánypárti politikusok ebben a kettőben tudnak gondolkozni. Segély vagy közmunka? És a költségvetés is ezt tükrözi. Tehát nem tudnak elmozdulni attól a rendszertől, hogy ebből ki lehessen lépni a magyar társadalomnak. Miközben a magyar vidéken, a társadalom többségében egyszerre jelentkezik az önkormányzatoknál a közmunka iránti igény, és egyszerre jelentkezik a KKV-szektorban a munkaerő hiány. Ez azt jelenti, hogy ez a program, ez a szemlélet megbukott. Ez azt jelenti, hogy a közmunkavilágából nagyon nehéz az átjárás, vagy nincs átjárás a munkavilágába, és a gazdaság nem tudja könnyen átvenni ezeket az embereket. Nem alkalmas. Én nem állítom azt, hogy nincsenek olyan önkormányzatok, ahol sikeres a közmunkaprogram. Nem állítom azt, hogy nem jó az a szemlélet, amivel a közmunkásoknak esetleg helyi egészséges élelmiszer termelési tevékenységet tudnak adni. Nem azt mondom, hogy nincs egy-egy pozitív példa, hanem azt mondom, hogy nagy általánosságban ez egy csőd a foglalkoztatásban, egy csőd az ország gazdaságára nézve, mert minél nagyobb társadalmi hátteret teszünk függővé a közmunkától, annál jobban fog leszakadni és szétszakadni a magyar társadalom. Szintén még reagálnék korábban elhangzottakra, ugye itt államtitkár úrral egy kis vitát folytattunk arról, hogy mennyire jó is ez a önök által sokszor hangoztatott és több képviselő, a kormánypárti képviselő által elmondott önkormányzati adósságkonszolidáció, amit tényleg mindenki úgy él meg, mint egy hihetetlen sikertörténetet, miközben én magam egy olyan önkormányzati képviselő testület tagja voltam, aki elmúlt 25 évben folyamatosan úgy próbált gazdálkodni, hogy ne adósodjon el, ne nyújtózkodjon túl, ameddig a takarójáért, és teljesen jogosan érezzük szerintem magunkat becsapva egy kis településnél, ahol mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne hozzunk felelőtlen döntéseket, és miközben 1300 milliárdot fordított a kormány arra, hogy adósságkonszolidációt megvalósítsa, közben most 12,5 milliárdot fordít arra, hogy a jól gazdálkodó önkormányzatokat jutalmazza. Tehát ez az a különbség az, amit nagyon-nagyon nehéz elfogadni. És ugyanakkor látni kell azt, hogy nyilvánvalóan arról van szó, hogy az egész adósságkonszolidációnak egy része,
ez felelősségbújtatás, a felelősséggel való szemben nem nézés. Nyilvánvalóan többféle polgármester volt és többféle képviselőtestület, de azért láthattuk azt, hogy azért 20 milliárdot meghaladó mértékű települési önkormányzati hitelek mértéke azért volt jelen, nem egy-kettő. És most mit csináltak ezzel az egésszel? Fogták magukat, és a önkormányzatok hitelét kiegyenlítették, és csináltak belőle egy nemzeti hitelt. Átterhelték ennek az egésznek a hátterét a magyar adófizetőkre. Voltak felelőtlenül gazdálkodó önkormányzatok, és ezt a hitelt, amit ők felvettek, a magyar adófizetőkkel fizettetik meg, a társadalommal fizettetik meg, azzal a társadalommal, aki várná azokat a fejlesztési lehetőségeket, ami javítana az életükön. És még mindig a reakcióknál tartok. László Tamás képviselő úr azzal kezdte felszólalását, hogy a ellenzék mondja a magáét és saját félelmeit, miközben a kormány mondja a tényeket. Ez a rettenetes dolog, hogy más-más helyről nézve ugyanaz, hogy lehet az, hogy másképp látjuk. Én semmi célom nincs arra, hogy másképp tüntessek fel valamit, egyszerűen csak más szemszögből nézem meg, és másképp vizsgálom. És teljesen meglepődöm azokon a hozzáállásokon, amikor szintén László képviselő elmondja, hogy milyen jó lesz a költségvetésben a civil szektornak. Micsoda hihetetlen szerencse. Ugye elmondja azt, hogy a tavalyi évhez képest a nemzeti együttműködése alapba 3,5 milliárd helyett 5,5 milliárd fog kerülni, és ettől milyen jó lesz a civil szervezeteknek szánt források mennyisége. Tehát ezek azok a szemléletek, amiből más helyzetből másképp látjuk ugyanazokat a dolgokat. És akkor most innentől kezdve rátérnék arra, ami miatt igazából szót kértem, hiszen LMP-s politikusként mindazokat az értékeket képviselni, ami miatt az LMP-be jöttem és a parlamentbe kaptam lehetőséget, azok részben ugye a költségvetéskor is meg kell, hogy jelenjenek. Ezek között elnézésüket kérem, lesz jó néhány olyan, ami kisebb érdeklődésre tehet számot, habár mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és nyilvánvalóan a vezérszónokunk volt az, aki a fontosabb, strukturális és szemléletbeli dolgokra felhívta a figyelmet, tehát nézzék el nekem, hogy néhány önök számára kisebb jelentőségi dolgot szóba hozok. Az első, amit szeretnék szóba hozni, az a természet- és környezetvédelmi feladatok ellátásának az elősegítése. Ezen a soron nagyon-nagyon nagy hiányosságokat látunk, és nagyon-nagyon szeretnénk azt, hogyha az a kormány, ami azt állítja magáról, hogy fontos neki a természeti erőforrásokkal való fenntartható használat, a munkaalapú társadalom, az valóban erőforrásokat használna el arra, hogy ezeket az erőforrásokat megvédje. Ezeknek az erőforrásoknak az állapotára odafigyeljen, indikátorként használja azt, hogy hogyan is változnak. És hagyd mondjak el néhány dolgot, amiben ebben módosító indítványt nyújtottam be a költségvetéshez. Ilyen az állami feladatokat ellátó környezet- és természetvédelmi civil szervezetek szakmai tevékenységének támogatása. Hagyd mondjam el önöknek, hogy mikor zöld civilek esetleg pozitívan nyilatkoztak az első Orbán kabinetről, az azért is volt, mert Túrikovács Béla miniszter úr utolsó évében zöld civileknek állami feladat átvállalása 1,2 milliárd forintot biztosított a költségvetési forrásokból. Ezt az MSZP kormányok majdhogy nem évről évre csökkentették, és a szörnyű az, hogy ezt a változást a Fidesz nem hozta meg, hanem meghagyta azt a szintet, azt a 70 millió és 90 millió közötti szintet, ami méltatlan azokhoz a feladatokhoz, amit ezek a szervezetek ellátnak. Ezek között olyan szervezetek sokasága is található, aki Európai Uniós közvetlen forrásokból 100 milliókat, milliárdos nagyságrendeket hoz az országba, olyan pályázatokból, amiből magyar közterheket fizetnek, magyar áfát fizetnek, és magyar adóforintok lesznek belőle. És ezeknek a szervezeteknek a pályázati önrészeik, a működéshez szükséges feltételeik évek óta nincsenek biztosítva. Hogy mondjam el, hogy a veszélyeztetett vadon élő és növények nemzetközi kereskedelmét szabályozó washingtoni egyezmény, a közismertevény CITES-nek az aktuális hazai feladataira évek óta nem volt célzott forrás. Habár növekszik folyamatosan az ezzel kapcsolatos felderítések száma, habár az internet dugig van ilyen jellegű hirdetésekkel, erre a kormányzat semmilyen forrást közvetlenül nem fordít. Ez egy nemzetközi kötelezettségvállalása az országnak, amire erőforrásokat nem fordított. Ugyanígy el lehet mondani, hogy a Ramsári Egyezmény, ami a vizes élőhelyek védelmével foglalkozik, szintén nem kapott évek óta forrás, és mindazok a ramsári területek Magyarországon, amelyek nemzetközi jelentőségének vannak minősítve, természetvédelmi feladataik ellátásához, fenntartásaikhoz nem kaptak forrásokat.
Ha már a nemzetközi kötelezettségvállalósaknál tartunk, amiben évtizedes mulasztásai vannak a magyar kormányoknak, akkor a biológiai sokféleség egyezményről is hagy beszéljek, a Riói egyezményről, ami azt a célt szolgálná, hogy olyan alternatív vidékfejlesztési törekvések, olyan az természeti erőforrásokkal történő fenntartható használatát elősegítő törekvések valósuljanak meg, amelyek az ember és a természet harmóniáját megteremtik. Az ilyen jellegű modellprogramokra nagyon-nagyon keserű sorsa volt az elmúlt hónapokban, évben. Hagyj említsem meg Kis Andrásnak a történetét, ami már többször volt a parlament falai között, de hát sok más hasonló kezdeményezés van a végveszélyben, hiszen már gyakorlatilag ilyen jellegű törekvésekkel forrás nem volt mostanában. Hogy mondjam el azt is, hogy az éghajlatváltozási keretegyezmény szintén Magyarországon törvénnyel kihirdetett egyezmény, aminek a végrehajtására semmi törekvés nem volt. A nemzeti alkalmazkodási stratégia elkészült, ugyanakkor nem történt arra törekvés, hogy abból bármi megvalósuljon. Pedig pontosan a klímaváltozásból adódó feladatok az, hogy a fővárosban a tömegközlekedési várok minél inkább árnyékoltak legyenek, az, hogy több legyen a tömegközkifolyó, és az például, hogy az öntözési lehetőségek a mezőgazdaságban megteremtődjenek, ezek mind olyanok, amelyek fokozott forrásokat igényelnének, és számos embernek az életén tudnának lehetőségeket teremteni. És akkor még nem is szóltam az Európai Tájé Egyezményről, vagy a Kárpátok Védelméről, amelyekben szintén olyan kötelezettségvállalásai vannak a magyar kormányzatnak, amiből semmit nem valósít meg. És a mezőgazdasági és természetvédelmi feladatok között hagy említsek meg még egyet, ami szintén évtizedes mulasztása a magyar kormányzatnak, ez pedig a védett állatfajok által okozott gazdasági agrárkároknak az enyhítésének a költsége. Gyakorlatilag most, mikor Nógrád megyében medveüt le juhokat, vagy amikor soha nem látott mennyiségű vadlúd lep el őszivetéseket, évről évre felmerül annak az igénye, hogy a riasztáson kívül milyen kárenyhítési lehetőségek lennének a magyar gazdálkodóknak, hogy természetvédelmi egyezményekből származó kötelezettségeink teljesítése mellett esetleg a magyar gazdálkodók jussanak egy kis segítséghez. Ez a csomag az, amivel megpróbáltam a környezet és természetvédelmi feladatok ellátását elősegíteni. Ezekből elenyésző az, amit nem kormányzati felhasználásra van számva, ezeknek javarésze olyan, amit nemzeti parki felhasználások és az FMN keresztül a szakminisztérium és szakigazgatási szervei használhatnának fel. Azért is kiemelten fontosnak érzem ezen feladatokat, mert a területalapú támogatások elvonásával számos nemzeti park fog küzdeni pénzügyi gondokkal, és az ilyen jellegű kiegészítő források lehetőséget teremtenének arra, hogy újra gyakorlati természetvédelmi feladatokat tudjanak ellátni, és kiegészítse a hiányzó forrásait. A második csoport talán még kisebb érdeklődésre tárthat számot köreikben, de ennek ellenére el kell, hogy mondjam, hogy egy kis csoportnak az országban nagyon-nagyon fontos lenne ez. Ez pedig a szaksegítséggel történő intézeten kívüli szülés rendszerének magyarországi megvalósítása. A bába praxis megvalósítása, amiről jogszabályt fogadott el a második Orbán kabinet, ugyanakkor semmiféle lépés nem történt annak érdekében, hogy a magyarországi bába praxis beindulhasson. Nem csak a képzésben nem történtek meg a lépések, hanem azt a két évtizedes mulasztásban sem történt semmi, hogy a születésháza referencia intézményei létrejöhessenek az országban. Hogy legalább meg lehessen próbálni azt a gyakorlatot, amit Hollandiában a születések 50%-ánál közel alkalmaznak. Ahhoz, hogy meg lehessen tenni az az irányú törekvéseket, hogy beinduljon végre Magyarországon az, hogy a szaksegítséggel történő intézeten kívüli szülési rendszere azt a hagyományt megteremtse, ami valójában a nők önrendelkezési jogának kereteit megteremtené. Ezügyben költségvetési módosító javaslatomban az összköltségvetéshez képest szinte fillérenként a születésháza országos intézményhálózatának és referencia intézetének kialakítására javasoltam forrásokat csoportosítani. A szülésznői és bába szakkollégium kiegészítő képzésének ismeretterjesztő szemléletformálásának támogatására, az intézeten kívüli szülés oktatási hátterének kialakítása a szülésznői oktatásban, a gyermekorvosok újszülötti ellátására való felkészítésének finanszírozására és a védőnői hálózat felkészítésére javasoltam kisebb forrásokat átcsoportosítani. Ez a kormány fogadta el azt, hogy erre Magyarországon jogszabályi keretek között lehetőség legyen. Véleményem szerint ennek a kormánynak lenne az a kötelessége, hogy a jogszabályból eredő lehetőségeket és kötelezettségeket a hátterét megteremtse. Összköltségvetési tekintetben nemhogy stadion méretben, nemhogy egy-egy kilométer autópálya méretben nem lehet ezt mérni, tehát ez a
1-2 milliárdos nagyságrend ez gyakorlatilag simán elbírná azt, hogy végre megvalósuljon. Még egy kicsit a születéshez tartozik egy szociális ellátási rendszerben benyújtott módosító indítvány, amiről szintén szeretném, hogyha a képviselők támogatását élvezné, ezért el szeretném mondani, hogy Magyarországon nagyjából már járványszintűnek számít a koraszülések száma, és ebben nagyon sok szociális ellátási rendszeri probléma is van, hiszen bizonyított tény most már, hogy a születés előtt álló hölgyeknek a alultápláltsága hozzájárulhat a koraszülésekhez. Annak a szociális ellátórendszernek, ami segít biztosítani kismamáknak a folyamatos étkezést, az egészséges étkezést, az szerintem a kormány népességi programjához is kapcsolódhat, hiszen segítenie kellene a szülést vállaló nőket. Szintén egy régi mulasztás lenne a betegjogi központ létrehozása, betegjogi feladatok kiépítésére, amire ugyan láttam a költségvetésben egy kisebb összeget, ami viszont nem tűnik elégségesnek arra, hogy az országos feladatokat el tudja látni, ezért ezt emelt összeggel javasolnánk megvalósítani. Mai nap folyamán a pallagfű és egyéb allergén megbetegedések arányának mértékének kutatására és megelőzésének elősegítéséről már esett szó, hogy nagyjából mi méltatlannak tartjuk azt, hogy míg magyar adózók több mint 1 milliárd forintot szántak erre a célra mondjuk 2009-ben, addig a mostani költségvetésben 46 millió forint van beállítva, és ez nagyon-nagyon alacsony és nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy egyáltalán tisztában legyünk azokkal a tényekkel, amelyek a probléma kezeléséhez szükségesek lennének. Selmeci Gabriella képviselő asszonynak a nemrég benyújtott és majd el is fogadott BTK módosítása kapcsán elmondtuk azt, hogy a BTK módosítása és szigorítása önmagában nem jelenti sem a családon belüli erőszaknak, sem a nem erőszaknak, sem a kiskorúak kárára elkövetett bűncselekményeknek a magasabb feltárását, nem jelenti annak a megelőzését. A mi véleményünk szerint ennek nincs meg az elrettentő hatása, ami a megelőzéshez jelentősen hozzájárulna, viszont Nyugat-Európában számos példája van annak, hogy különböző infrastruktúrális fejlesztésekkel, speciális kihallgatószobákkal, akár női rendőrtisztekkel vagy kihallgatótisztekkel történő lényegesen empatikusabb háttérrel lehet segíteni a feltárás mértékének a mennyiségét. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne csak egy ilyen látványtörekvés legyen, mint a BTK módosítása tekintetben, hanem a kormány valóban fordítson arra forrásokat, hogy mind a nem erőszak, mind a családon belüli erőszak, mind a kiskorúak kára elkövetett bűncselekmények minél nagyobb arányban kerüljenek feltárásra, de még inkább minél nagyobb arányban kerüljenek megelőzésre. És hogyha itt járunk a részben a szociális ellátásnál és ezen feladatoknál, akkor meg kell említeni azt is, hogy a családi átmeneti otthonok fejlesztésére is szükséges lenne minél nagyobb forrásokat biztosítani, hiszen ebben is egy nagyon komoly mulasztása van a kormányzatnak. És ezt követően most már áttérnék néhány helyi forrásra, igényre és helyi szükségletre, amelyekből nagyon-nagyon fontos lenne beszélni. Ez azért fontos, hogy strukturálisan erről szót ejtsünk, mert tényleg úgy tűnik, hogy a kormánynak van költségvetése, de az országnak nincs, mert az ország lakóinak a jelentős része csak az adóbefizetések kapcsán találkozik közvetlenül a költségvetéssel, és hozzájuk közvetlenül ennek javai alig-alig jutnak el. És nagyon-nagyon fontos lenne, hogy olyan programok valósuljanak meg, és olyan fejlesztések valósuljanak meg magyar kormányzati költségvetésből, amelyek tudják szolgálni az emberek életminőségének javítását, és jobbá tudják tenni az emberek életét szerte a magyar vidéken. Elsőként be szeretném jelenteni, hogy ezen a héten hétfőn bejelentett Alföld Bizottság eseti bizottságban meghirdetett jövő héten benyújtásra kerülő határozati javaslathoz kapcsolódóan szeretnénk Békés megyében egy Wenckheim programot megfinanszírozni. A Békés megyei képviselők jelentős része tudja, hogy a Wenckheim család egy nagybirtokos, illetve arisztokrata családként meghatározó volt a megye történetére, és ennek számos épített kulturális öröksége maradt fent szerte a megyében. Ezek az épületek, ezek a kastélyok, ezek a kúriák nem úgy épültek, mint a mai kor építményei, nem 20 évre, 50 évre, hanem 100 évekre a jövőnek. Ugyanakkor ezeknek jelentős része jelentős mértékben hányatott sorsú, jelentős mértéke összeomlás szélén áll, tönkrementetővel, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a helyi települések ezeket felújítva megkaphassák, közösségi célokra használhassák, gazdaságfejlesztési célokat szolgálhasson, de mindenképpen megőrizzik ezeket a kastélyokat és kúriákat a következő generációknak.
Külön ennek a programnak a keretében szeretnénk azt, hogy Kelet-Békés megyében, Okány, Zsadány, Sarkad, Sarkad-Keresztúr, Biharugra térségében az összekötő utakra végre négy számjegyű utakról van szó, végre fordítódjon forrás, mert teljesen méltatlan a magyar vidékkel szemben az, ami a közúthálózat fejlesztésben zajlik, hogy miközben M4-esről és olyan utakról beszélünk, amelyeknek a szükségességére jócskán lehetne vitatkozni, közben a teljes vidéki lakosságot elzárják attól az infrastruktúrától, ami lassan már csak a megyeszékhelyeken érhető el. Létkérdés lenne, hogy megvalósuljanak a vidéki kistelepülési összekötő utaknak a rekonstrukciója. Ugyanilyen javaslatunk van Jászlanykun-Szolnok megyének a déli részére, ahol Kisújszállás térségében, Őrményes térségében, Fegyvernek térségében, a Fegyvernek Nagykörűi térségben, Turkeve-Kuncsorba összekötő út térségében olyan minőségben leromlottak az utak, amelyek alapvetően a közlekedés biztonságát veszélyeztetik. A magyar kormányoknak egy nagyon-nagyon elhibázott vidékfejlesztési stratégiája volt az a központosítás, amivel nem igyekeztek helyben tartani az embereket, hanem egy-egy kis térségben, egy-egy régióban szinte csak egy-egy fejlesztési ponton teremtettek munkahelyeket, ezért a vidéki lakosság mobilizációs igénye, munkába járási lehetőségének biztosítására még inkább nagy szükség lenne, hogy ezek az összekötő utak használhatóak legyenek. Teljesen méltatlan a vidéki lakossággal szemben az, hogy nincs lehetőségük jóformán a megyeszékhelyre bemenni, alapvető szolgáltatásokat igénybe venni, miközben a főváros Ronald Reagan szobrokkal és Kalambó szobrokkal gazdagodik, aközben vidéki térségekben az alapvető infrastruktúra sincs, alapvető infrastruktúra is hiányzik. Szintén elmondhatnám Hajdú-Bihar megyének a Hortobágyi térségeiről, Szolnok megyével összekötő részeiről, Nagyiván környékéről, Nádudvar környékéről, hogy a közutak szintén ugyanilyen állapotban vannak, ezért költségvetési módosításban itt is jelentős mértékű kistelepülési úthálózat fejlesztési programot szeretnénk elérni. Ezeknek a településekről, amikről beszéltem, kivétel nélkül fideszes országgyűlési képviselője van, kivétel nélkül önök kaptak bizalmat és a kormánypárt kapott bizalmat, ezért arra kérném tisztelettel az érintetteket, hogy lehetőség szerint próbálják már meg támogatni ezeket a fejlesztési programokat. Hogy mondjam el, hogy számomra nagy örömömre szolgált a kormánynak az a törekvése 2011-től, ami a tanyafejlesztéseket tűzte célul, azonban teljesen méltatlannak tűnik az az összeg, amit erre a kormány szándékozik. Az is kevés volt, ami ideig volt forrás, és ebben nyilván a célokban egyetértünk, tehát ellenzéki pártként is csak erősíteni tudom a kormánynak ez irányú törekvéseit, viszont eszközrendszerében és feltételrendszerében teljesen elégtelen az, amit a kormány erre szán. Arra kérjük a kormányt, hogy a tanyaprogramhoz lényegesen komolyabb forrásokat fordítson, és ezügyben is nyújtottunk be módosító indítványokat. A mai nap során, miközben magyar képviselő úr kétperces hozzászólásaiban utalt a zsebszerződésekkel érintett földekre és számos más termőföldet érintő anomáliára. Az érdekes az, hogy ugye válaszként megkapjuk azt, hogy a földforgalmi törvény lehetőséget teremt az államnak arra az elővásárlási joggal éljen, de ehhez képest az ehhez szükséges költségvetési forrásokat nem nagyon találjuk az FM költségvetésében. Látjuk azt, ami célzottan van, hogy természetvédelmi területek esetében kisajátítása legyen lehetőség, ugyanakkor nem látjuk azt, amivel nagyobb összegekben mondjuk egy ilyen Benetton családnál vagy bármi ilyesmi nagy kiterjedésű területeket tudjon felvásárolni. Hogyan akar az elővásárlási joggal élni, ha nem szán rá a költségvetésében forrást? Hogyan kívánja ezt megoldani? És mindezek a feladatok komplexen teremtenének lehetőséget arra, hogy végre egy olyan költségvetése legyen az országnak, ami sokkal közelebb áll az emberekhez, és lehetőséget nyújt a vidéki embereknek, hogy részesüljenek azokból a forrásokból, amit Magyarország összességében megtermel. Arra kérjük a kormánypárti képviselőket is, hogy ne zsigerből utasítsák el ezeket pusztán azért, mert ellenzéki oldalra jönnek, hanem kérjük, hogy fontolják meg, hiszen ezek jó szándékúak és konstruktív javaslatként az önök költségvetését igyekeznek javítani. Zárásként két szakanyagot hagy olvassak fel, illetve hagy osszak meg önökkel. Az első az általános vélemény a költségvetésből származó környezetpolitikai szemléletéről a kormánynak. A 2015-ös költségvetés tervezete konzerválja azt a gyalázatos helyzetet, amit az Orbán kormány az állami környezet és természetvédelemben kialakított. Talán ez az a terület, ahol a kétharmados többséggel a kormányzó Fidesz a legcsúnyábban átverte a választókat. Orbán Viktor 2010-ben még azt ígérte, igaz ugyan, hogy a természetvédelmi tárca önállósága megszűnik, ám ez nem jelenti a zöld szektor kormányzati súlyának csökkenését.
Azóta viszont minden területen egymást érik a megszorítások, zárolások, leépítések, értelmetlen átszervezések és a minimális szakmaiságot is nélkülöző politikai kinevezések. A Fidesz választási és kormányprogramjában még volt egy zöld gazdaságfejlesztési ígéretcsomag, évente a lakásállomány 10%-ának energetikai felújítására, 80 ezres munkahelyteremtéssel, zöld közbeszerzés, zöld bank, de immár az ötödik olyan költségvetés elfogadásánál tartunk, amelyben ennek a választási ígéretnek semmilyen utóhatása nincs, megvalósítására halvány szándék sem mutatkozik. Ékes példája ennek a felelőtlenségnek és nem törődömségnek a szállópor szennyezéssel kapcsolatos teendék szándékos alulfinanszírozása. A szállópor szennyezése évente mintegy 11 ezer ember idő előtti halálát okozzák, és ezek az emberek az átlagnál több mint 10 évet veszítenek az életükből ezen szállópori koncentráció hatások miatt. E téren az európai országok között hazánk helyzete az egyik legrosszabb. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, a levegőszennyezés miatt bekövetkező légúti, szív- és érrendszeri, daganatos és egyéb megbetegedések száma 100 000-es nagyságrendű lehet. Az ügyben a környezetegészségügy előírások szabotálása és kötelezettségszegési eljárás zajlik Magyarország ellen. Bőkező kormányunk soha nem sajnálta a milliárdokat, ha mondjuk egy új stadion építéséről, vagy a miniszterelnök baráti körének üzleti ötleteiről volt szó. 54 millió forintot képes szánni a szennyezett levegőben élő magyar lakosság egészségének a megvédésére. Ez méltatlan a magyar állampolgárokhoz, és kérjük ennek orvoslását. A nemzeti parkoktól elvonták a földalapú támogatásokat, és ezzel bevételeik 50-60%-át elfosztották meg őket. Fazakas Sándor szakminiszter úr írásbeli ígéretei szerint költségvetésből fogják kárpótolni ezeket, erre a célra azonban egyetlen fillér sincs a benyújtott tervezetben. Ennek a mulasztásnak a pótlására tettünk javaslatot többek között a nemzeti parkok finanszírozásának a kiegészítésére. Korábban ugye írásbeli kérdésben tájékozottam ez ügyben a miniszter úrnál, és ott kaptuk ezt az írásbeli ígéretet, hogy ez pótolva lesz, aminek most a költségvetésben ugye nincs nyoma. Vannak ugyanakkor célok, amelyekre érthetetlenül sokat áldozna a kormány. A hulladékgazdálkodási feladatok támogatása 30%-kal nő 9-ről 12 milliárdra. Azért tűnik aggályosnak ez a tendencia, mert nagy eséllyel ez a rezsicsökkentéssel nagyon-nagyon veszélyeztetett és csőd közeli állapotba került közszolgáltatóknak a megsegítését kell, hogy szolgálja, hiszen a rezsicsökkentésnek volt egy ilyen járulékos hatása, hogy nagyon-nagyon nagy százalékban okozta a közszolgáltatóknak a pénzügyi ellehetetlenülését. Több mint 28 milliárd forintot szánnak a paksi bővítésre, miközben nincs megkötött megvalósíthatósági megállapodás a beruházásról, így még azt sem lehet tudni, hogy a Rosatom mennyiért vállalta a tervezett két új blokk felépítését, illetve hogy az EU engedélyezi egyáltalán a beruházást. Ezzel alig, hanem egy kicsit előre szalad a kormány, de mi is tudjuk, hogy a fideszes klientúra már nagyon szeretné elkezdeni az atommilliárdok elköltését. Ezen lehetőségek, az ilyen atommilliárdok, meg a stadionok teremtik meg annak a hátterét, hogy legyen módunk a említett szakmai költségvetés módosító csomagnak a benyújtására, és ez teremti meg a lehetőséget arra, hogy néhány dologban merjünk álmodni. Erre az egyik lehetőség volt az, hogy gyakorlatilag amiről már beszéltünk, és a mai nap során is többször szó esett, ugye a kormány ígéretet tett arra a magyar választóknak, a miniszterelnök úr is több helyen elmondta beszédeiben, hogy a magyar birtokstruktúrának a teljes átalakítása várható. Azt ígérte, hogy a kis és közepes birtokok aránya 20%-80% lesz, és ezügyben mindent megtesz a kormány. Jelen pillanatban ugye ennek az, hogy ezt hogyan kívánja megvalósítani, ezt nem nagyon látjuk, és milyen forrásokból. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek nem elégségesek. A családi kis és közepbirtokok súlyának növelésére a nagybirtokokhoz képest. Szintén nem elégségesek a fenntartható agrárszerkezet kialakulásához és a regionális önellátás fejlődéséhez. Már említettem előbb a 2011-ben meghirdetett tanyafejlesztési programot, amelyre jövőre szintén csak 1,4 milliárd forint jut. A Fidesz kormány tehát évi 1,4 milliárd forintból akarja megteremteni a hagyományos háztáji gazdálkodás újraindítását, és ezzel 300 ezer tanyasi ember helyi értékesítési lehetőségét szélesíteni. Hogy mondjam el erről az összegről azt, hogy ez az összeg, ez pontosan annyi, mint amit Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó vállalatok kapnak gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési programra, olyan vágóhíd létrehozására, ami miatt másik 8-10 megy tönkre, és a nettó munkahelyteremtés aránya nem észrevehető. Visszatekintésképpen a Fidesz kormány az elmúlt 3 évben összesen csupán 6 milliárd forintot jutott a tanyákon a népesség megtartására, és ez a program ugye
mindennek a 300 ezer honfitársunknak kellene, hogy a megmaradását segítse. Ugyanakkor a Csányi, Nyerges, Leistinger az elmúlt években közös agrárkasszából egyetlen év alatt több támogatást, 10,4 milliárd forintot kaphatott. Azt látnánk most már szívesen, hogy ez a költségvetés arról szóljon, amiről szólnia kellene, hogy mindezek a források, a kormányzat költségvetése, a kormányzat berendezkedése miként tudja az emberek érdekeit szolgálni. Az, hogy egy kormány a költségvetésével milyen szempontokat helyez előtérbe, ez nagyjából sugallja az értékrendjét. Sugallja azt, hogy mik azok a szempontok, amelyek meghatározzák a döntéseik, és mik azok a szempontok, amelyek alapján meghatározza kormányzati stratégiáját. Ebből a költségvetésből, ami most előttünk van, leginkább az látható, hogy a legkisebb súllyal a magyar vidéki lakosság, a vidéki térségek, Magyarország közel 80%-át kitevő népesség az, ami nem fontos, az, ami mellékes, az, ami nem érdemel érdemben forrásokat. Ennek a szemléletnek a megváltozására tettünk törekvéseket ezekkel a módosító indítványokkal, amelyeket ezúton tisztelettel kérnénk, hogy elfogadni és támogatni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a szót!